Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mindennek rendelt ideje van, kedves nézőink. Ahogy megszokhatták, ebben az időszakban minden esztendőben beszélgetünk egy kicsit a virágos Magyarország környezetszépítő versenyről, mégpedig azért, mert Székesfehérvár köszönhetően a városunk főkertészének, Spanyárné Halász Szilviának is élen jár ebben is. No, a mai vendégem pedig Csemez Attila, a Bíráló Bizottság elnöke. Tisztelettel köszöntöm, kertépítészetmérnök, városépítőmérnök. Azt gondolom, hogy számunkra minden esztendőben csoda pillanat, amikor erről beszélgethetünk, mégpedig azért, mert valami egészen különleges, valami nagyon is emberi, gyönyörűséges egy szép városban, egy szép településen élni. És hála Istennek most már Magyarországon elmondhatjuk, a legtöbb településen legalábbis, hogy nem csak adhok alapon a versenykedvéért, hanem egyre inkább szépül, épülnek a városok. Az idén negyedszázados jubileumát ünnepli ez a verseny, és azt gondolom, hogy egy kicsit ilyenkor megérdemelik a szervezők, az ötletgazdák, hogy kicsit visszatekintsünk a megszületésének körülményeire, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy mára egy ilyen, hiszen több mint 300 település nevezett ebben az esztendőben is, ez a verseny népszerű legyen. Talán azzal kezdeném, hogy a virágos európai falvak és városok, az Antwerp for Europe-nak a nyomdokán haladva 25 évvel ezelőtt léptünk be a nyugat-európai országok versenyébe, és attól kezdve a hazaiakat is mind megszervezzük. Talán még itt a virágos kifejezést illetően kell egy kiegészítést tennem. Tudnélik változatlan megtartottuk a virágos jelzőt. Jó lehet elsősorban, ha nem akarok sértő lenni, de a nem szakmai közönségnek valahogy a virág reprezentálja a rendezettséget, és ezért igen fontos, hogy ezt megtartottuk. Jó lehet, sokkal többről van szó manapság. Maga a virágos jelleg kiültetés az egész minimálisan szerepel a bírálati szempontokban is. Talán itt előzetesen beszélgettünk Sóstorról. Szabad ezt elmondani, hogy több évvel korábban talán két diplomaterv is készült a sóstói rendezésről, és kicsit szkeptikusan figyeltem akkor, hogy víz nélkül ott igazán nem lehet mit csinálni. És tavaly, amikor Mészáros Attila alpolgármester előadását hallgattam, akkor hát kíváncsian vártam, hogy vajon ez a sok szép ökológiai, természetvédelmi jellegű fejlesztést meg tudják-e valósítani. Ma délelőtt lent kezdtünk, lásd, csoda történt. Íme, tehát eloszlatták a kétségeit. Csoda történt. Szóval attól kezdve, hogy a vízpótlást megoldották, ugyan a csapadékhiány miatt mintegy 35-40 cm-rel alacsonyabb a vízszint, de ami ott történt, az egy olyan szép példája az ökológiai szemléletnek, a természetvédelmi intézkedéseknek, és nem utolsó sorban az oktatási, rekreációs igények kielégítésének is. Tekintsünk ki az országra. Én azt gondolom, hogy ugye az öt település rész, hiszen öt kategóriában bírálnak önök, az mind-mind megérdemli a figyelmet. Ki ezért, ki azért, hiszen az 1000 lakos alatti, illetve feletti falvak, az 50 000 feletti és alatti városok, illetve a budapesti kerületek mind-mind más gondokkal küzdenek, mármint ilyen szempontból. Viszont az alap, hogy élhető környezetet biztosítsanak az állampolgároknak. És ebben nagyon sokat segít ez a verseny. Én arra emlékszem, és ezt számtalanszor elmondtam már, hogy az én nagymamám Iváncsán lakott, és az egyik legnagyobb büszkesége volt, ez egy kicsi falu Adony mellett, tehát itt Fejér megyében, amikor megkapta azt a kicsi, tiszta udvar, rendes ház. Úgy van. És most én azt gondolom, hogy versenyeznek egymással a települések, belül élők, nyilván ez a kicsikre vonatkozik elsősorban. Mennyire tetten érhető az elmúlt negyed században ez a fejlődés? Hogy igenis rang a települést virágosítani, vagy egyáltalán élhetőbbé tenni? Rendkívüli módon és igen előnyösen hatott a településekre. Mindenekelőtt azt kell mondanunk, hogy amit a település ebben az úgynevezett mozgalomban elér, végez, az mind ott marad, az mind
a helyi lakosságot szolgálja, a helyi lakosság lakókörnyezeti közérzetét javítja, környezetvédelmi szempontoknak felel meg, és nem utolsó sorban a zöld felületeket is minőségileg javítják, növelik, intenzívebben ápolják, tehát rendezett várost vagy község faluképet, utcaképet eredményez, ami mindenképpen a meggyőződésem, hogy a település névkártyáját jelentősen emeli. A választott hivatásánál fogva is ezzel foglalkozik. Tetten érhető egyik oldalról a fejlődés, az a szakmai fejlődés, ami párba állítja, hiszen mindig minden esztendőben van valami más, tehát egyszer a gasztronómia és így tovább, amivel a Virágos Magyarország még hozzátesz. Igen, vannak a legszebb főtér, temető, vasútállomás valóban szokott különböző elvárásoknak vagy felajánlásoknak eleget téve, de elsősorban itt mi a település egészének az adottságait minősítjük, bíráljuk, amiben 50%-ot a zöld felületi adottságok tesznek ki. Tehát hangsúlyosan a zöld ügyről, ahogy tetszik, a környezet ügyről szól a történet, és igen jelentős szerepe van a lakosság bevonásának is, tehát a civil szervezetek szerepének. Ezért egy igen jó közösség építési attitűdje is van a mozgalomnak. Természetesen egészen eltérő minőségben, mennyiségben egy kis falusi közösség esetében, ahol szinte mindenkit megmozgat, és természetesen más egy ilyen nagyváros esetében, ahol ugyan nagyon sokan tudnak róla, tesznek hozzá, de hát értelemszerűen a város egésze nem vehet egy emberként részt egy ilyen ugyanakkor, ahogy említette az idént, a bírálati szempontok fele a települések zöld felületeinek minőségéről szól. Nos, mit lehet itt vizsgálni? Milyen szakmai segítséget kapnak? Inkább kezdjük talán azzal, hogy milyen szakmai segítséget tudnak nyújtani a nevezőknek. Azt tudjuk, hogy itt Székesfehérváron jó úton járunk, hiszen régiós vezetőként Szilvia nagyon sokat segít, ugyanakkor ez másutt is így van nyilván. A szakmai segítségre lennék kíváncsi. Talán kiegészíteném, hogy iridlésre méltóan jó. Akkor igen, jó akkor legyen, jár Fehérvár. Használjuk ezt a jelző szerkezetet, igen. A szó jó értelmében mondtam. Szóval a települések, én legszívesebben valamennyi résztvevő településnek egy óriási és kézzelfogható elismerést adnék, de hát nem lehet minden résztvevőt díjazni, viszont valamennyi önmagához képest hihetetlen mértékben tett a települése zöld értékeinek növelése érdekében nagyon sokat tett. Na most vannak bizonyos vadhajtások is, amit szakmai szempontból talán nem a legmegfelelőbbek. Természetesen ezeket a nemzetközi szintű megmérettetésre nem vihetjük, de a zsűri során nem csak javaslatokat adunk és kritikai észrevételeket teszünk, hanem olykor konkrét segítséget is. Én úgy örülök, amikor egy-egy esetben azt mondja a polgármester, hozhatnék egy metszólót, megmutatnám most. Hogyan, igen. Úgyhogy hát ilyen is előfordul. Nagyon nehéz, és nagyon óvatosan kell a véleményeket formálni, tudnélik. Én egy kicsit az egykori kiskert mozgalomhoz szeretnék visszatérni. Nagyon sokáig vetítettem azt, hogy az egyik nyaralónak a feliratát, hogy kicsi, de az enyém. Mindenki édes gyermekeként tekinti, és bizony annak anomáliák, hatalmas ciprusokat ültetnek az óvoda kertbe, és udvariassal megmondva, jó, hát én ezt nem tudtam, ígérem, hogy jövőre a focipálya mellé átültetjük. Igen. Szóval vannak igenis ilyen közvetlen, nagyon szorosan vett szakmai jellegű javaslatok is, amit a fogékony, ez elsősorban a kis településeknél igen. Van így, mert nagyvárosoknál profi szakemberekkel van dolgunk. A növényalkalmazásról beszéltünk, hogy nem mindegy, hogy milyen növényeket. Az, hogy sok, meg színes, az
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ugye ez pénzkérdés elsősorban, de azért technikai is, hogy milyen burkolatok, tehát mik veszik körül, milyen utca kép adódik tehát a szemünknek, mert azt mondják, hogy az a szép, ami a szemnek tetszik. Egyértelműen. No, akkor viszont... Hogy mit jelent ez a rendezettség? Igen. Hogyha a minimális munkát, hogyha elvégzik, rendszeresen levágják a füvet, nincs gyom, akkor már rengeteget tettek. A következő lépés természetesen a díszcserjék, kiültetések és a fáknak az alkalmazása. De hogyha a rendszeres fenntartás tükröződik, attól kezdve ott már nagy baj nem lehet. És ez közösségépítő erő, ne felejtjük. Egyértelműen. Sőt, mondok valamit, a úgynevezett utcakertek, tehát a telekhatár előtti közterületek minősége is már egyfajta tükörképe az ott bent lakónak, annak a közösséghez való kapcsolatát jól tükrözi, ha csak ott kaszálja a füvet. Nem beszélve arról, hogy ott kiültet virágot, növény, díszcserjét, vagy nyírja a sövényt, vagy akkor már nagyon sokat tett a közösséget. Ugyanakkor, ha az egyes ember bármennyire is csoportokat alkotnak, és a közösség teszi azt, amit tennie kell, az még kevés. Valljuk meg, hogy nagyon fontos, hogy ez szervezetten történjék, és ehhez kellenek az önkormányzatok. Úgy van. Szóval meg a különböző lokálisan szerveződő mozgalmak egy-egy képviselőnek a kisugárzása, a, hogy tetszik a kertekhez való, a zöld feletekhez való affinitása, mert csodákat lehet művelni. Viszonylag kis beruházással, odafigyeléssel, és a közösség egészének a szolgálatát jelenti. Tehát gondolok, hogy globálisan, cselekedj lokálisan, bizonyos úgy értelemben. Van, tipikus esete. Így van. Nos, tehát a közösségekről beszéltünk, ugye, de ehhez kell önkormányzati stratégia és pénz is nyilvánvaló. A stratégia, hogy milyen növényeket ültessenek ki. Tehát itt a szakemberekre rendkívüli feladat hárul, mondom én, mert ugye pénz paripa fegyver, tehát... Egyértelműen. Messze leri a településről, általában most itt a nagyobb településekről, városokról van szó, hogy ott meglátszik a település arculatán, hogy ott van egy főkertész, van egy olyan fenntartó szervezet, amely szívügyének tekinti a város egészének zöld feletti dolgait, vagy éppen hiányzik. Szakemberek nélkül nagyon nehéz. Egyértelmű. Nagyon nehéz korszerűen és jót. Ez a korszerű, ugye itt mit jelent? Egy példát hadd mondjak. Hogyha ez egy ördögi kör, ha a kis falunak van kiemelt szegélykővel rendelkező főutcája, akkor nincs poros patka. Ha van kiemelt szegélykő, meg kell oldani a vízlevezetést, nem kell az árok. Ha nem kell az árok, köröktől nyernek egy olyan felületet, ami zölden hasznosítható. Nem kell az árkot gyomlálni, kaszálni, és így tovább. Egészen más lesz az utcakép. Na most, hál' Isten, nálunk már elég sok helyen lehet ilyet látni. Évtizedekkel korábban, hogyha átmentünk az osztrák határon, akkor rögtön, ami gyönyörű, konkáv utcaképek lettek, mert hiányzott két oldalt az árok, hiányzott az a rendezetlen rész, rögtön szélesebb sáv lett. Tehát a szakember tevékenysége ezt a harmonikus és az beépítéshez, házak homlokzatához illeszkedő, igazodó utcaképnek a kialakításában segít. Nagyon fontos a környezeti nevelés. Tehát általában ugye azt mondják, hogy a kerti munka ez felnőtt munka. Én ezzel vitatkoznék, mert Székesfehérváron is van szép példája annak, hogy óvodákban elkezdik ezt a fajta nevelést, és ez egy remek dolog. De mondjuk ugye volt szerencsém beszélgetni a tihanyi polgármesterrel, akik már nyertek, aztán itt volt nálam Lajos Komárom polgármester, aki szintén az Entente Floral Europe-on képviseli a hazánkat. A kis településeken talán könnyebb, viszont miként oldható meg, ez ön szerint, a nagyobb helyeken, mint például Székesfehérvár. Én tudom, hogy itt sikerül, de általában, tehát az 50 ezernél nagyobb településeken, hogy
valóban elinduljon egy olyan folyamat, hogy a töpörtyűtől a nagymamáig mindenki részt vegyen, legalábbis aki szereti a szépet. Két hete abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a 23 óvoda egy óra alatt elkészítendő egy 20x2 méteres kis ágyásának a kialakítását végignézhettem. Amennyi igyekezettel, szeretettel, néha egy kicsit jóhiszemű nézgelődéssel állták körül a gyerekek, de az óvónők igen hatékony szerepével látszott, hogy a csirájában elkezdik ezt a nevelést, és ettől kezdve fölfelé ez egész életükre hatni fog, meg vagyok róla győződve. Tehát a környezeti nevelést bizony az óvodáskorban már mindenképpen illik elkezdeni. Turisztika, ugye a turisztikai ügynökség alapja ennek az egész történetnek, és korán sem mindegy, hogy azért ne csak mi magunkra gondoljunk, hogy a mi környezetünk körülnézek, az nagyon jó, szép, ahol én lakom, hanem fontos például egy olyan város esetében nyilván, mint Székesfehérvár, hogy olyan legyen ez a környezet, hogy szívesen jöjjenek ide, és ne csak átutazóban, ne csak 24 órára, hanem szívesen nézzenek körül, legyenek a vendégeink a szónak a nemes értelmében, és térjenek vissza jövőre, adott esetben mondják el a barátaiknak, és hogy érdemes eljönni. Ugye ez az alap. De hogyan lehet ezt vizsgálni, hiszen azért ugye ebben versenyben is egy bírálati szempont. Már ugye turisztikai értékelés. Éppen idén több változás is történt ebben, hát most... Ha előttem lenne a bírálati lap, akkor végig tudnám követni, de hogy mik szerepelnek. Ott a látogatók kiszolgálását elősegítő padok, asztalok, hulladékgyűjtők, ivóvíz vételi helyek, a családbarát kiegészítések, a csecsemő pólyázótól kezdve a kulturált vécékig, játszóterekig, ez mind-mind most egy kicsit a mi oldalunkra vetítve, a másik oldalon természetesen a fogadó helyek, szálláshelyek minősége, mennyisége, a vendéglátó egységek, és így tovább, tehát amit általában szoros értelemben a turisztikához szoktunk sorolni. Igen, mert az a fontos, tehát az, hogy nekem tetszik a város, az egy nyilvánvaló, hiszen lokálpatrióta vagyok, és mint tudjuk, a lokálpatrióta nem idióta, ez most már régről így van. No de, én azt szeretném, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy Székesfehérvár a királyi város, a sportok városa, hanem legyen úgy, hogy a virágok városa, hogy elmondhassam mindig, hogy jó Székesfehérvárnak lenni, Székesfehérvárnak lenni. Egyébként ezt elmondom, mert meggyőződésem, hogy nagyon szép lett a városunk. Megújult, ugye a Sóstóról beszélt az imént, de megújult a belváros. Egyre szebbek a lakótelepek. Ha már lakótelep kell, hogy ott kell, hogy éljünk, akkor, és nem kertvárosban, akkor nyilvánvaló, hogy a lakótelepi övezet is fejlődik. Ennek tükrében egyébként, ha országosan nézzük, akkor hogy állunk? Ha a kis településeket, községeket nézzük, ott valami elkezdődik, általában a faluközpont, templomközpontból sugározva, ugye a főtérrel kezdődik valami, és bizony ott az első időszakban egyértelműen lehet látni, hogy hány száz méterig sikerült valamit elérni. Székesvár esetében sokkal szerencsésebb a helyzet, mert nincsenek, szóval végig jártuk most már évek óta jövök zsűrizni, és nem nagyon tudok fogást találni, hogyha szabad így fogalmaznom, mert az úgynevezett perifériális részeken is látnivaló van, egyik oldalon a sportpálya, horgásztó, másik oldalon a most nem a Sóstóra gondolok, hanem a halastavakról kint. Igen. Szóval most az új épülő stadionszát, tehát a város környék, ami általában sajnálatosan a senki földje szokott lenni, itt nem tapasztaltam olyat, ahol elhanyagolt lenne. Jó lehet, tudom, hogy a Sóstónak is volt olyan időszaka, amikor nem a legszerencsésebben alakult a egykori homokbányának a feltöltése, és így tovább, de ez most már múlté, tehát ez a Sóstóra visszakanyarodva megint, ez az ökológiai jellegű beruházás, amit itt egy év alatt csináltak, példaértékű. Igen, hát nem Nagyvárad és Kolozsvár vagyunk, hála Istennek, teszem hozzá. Ilyen szempontból, itt a külvárosokra gondolok.
No, beszéljünk az európai versenyről, hiszen ez is nagyon fontos a megmérettetés. Veszprém és Lajos Komárom nyert, ahogy az imént említettem már, Lajos Komárom gyönyörű, számtalanszor jártam oda. Hát Veszprém a királynék városa, pedig nem különben. Milyen esélyeik vannak? Általában, ha kitekintünk a nemzetközi porondra, akkor milyenek a jelentkezők? Milyenek azok a városok, települések? Hát ezt nyilván a nemzetközi zsűri tagjai sokkal jobban meg tudnák mondani, de itt ugye sajnálatosan a hazai mentalitásban azt tükröződik, hogy ha nem arany, akkor ennyi. Szóval nem egészen így van. Rengeteg energiát kell befektetni ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen szintre eljusson a város, és hát az már a nemzetközi zsűrizés egy komoly szakmai megmérettetést is jelent. Tehát ott igenis rendezett, formailag, esztétikailag, ökológiailag kialakított korszerű zöldfelületeket, utcaképeket, turisztikai értékű, természetközeli helyeket, nedves élőhelyeket kell kialakítani ahhoz, hogy az egész oda tízféle szempont egyértelműen értékelhetővé váljon, amiben a környezeti nevelés is igen jelentős szerepet játszik. Nyilvánvaló, hogy mindenki nyerni szeretne, de itt tipikusan az a helyzet, hogy a részvétel is fontos. Tehát ha szép, élhető környezetet teremtünk önmagunknak, én azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. Ön úgy általában kitekintve Magyarországra elégedett? Jó úton járunk? Egyre jobb úton járunk. Én már elmondtam, hogy a rendszerváltást illetően én nagyon sokat vártam ettől a környezetvédelmi szemlélet, ökológiai szemlélet nagyobb arányú térhódítását illetően. Sajnálatosan a különböző kortes beszédekben ez nem kap olyan súlyt, mint tőlünk nyugatabbra lévő országokban. Ennek ellenére egyetlen olyan mozgalom van, ahol egyértelmű az emelkedés, az éppen a Virágos Magyarország verseny vagy mozgalom, ha úgy tetszik, mert folyamatosan bekapcsolódnak, részt vesznek, egymástól is nagyon sokat tanulnak, és a településük arcolatáért hasznosan, eredményesen tevékenykednek. Igen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár bizonyított eddig is, és bízom benne, hogy ez a városunk továbbra is olyan gyönyörűséges lesz, mint ahogy mostanság megszoktuk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kérem. Kedves nézőink, a Virágos Magyarország zsűrizéséről, a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyről beszélgettünk Csemez Attilával, a Viráló Bizottság elnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra.